A Vajdasági Magyar Szövetség rekordidő alatt rekordszámú aláírás gyűjtött össze a választási listájának átadásához. Az előjelek arra utalnak, hogy továbbra is önálló frakciója lesz a szerbiai parlamentben. Bátran, de felelősséggel, jelmondattal hirdették meg a választási programjukat. A mi választási programunk egy magyar választási program, de nem egy magyar koda választási program. Ezért ambicionáljuk azt, hogy minden vajdasági magyar számára ez a program fölvállalható és támogatható. Ezért szeretnénk, hogyha minél többen, nagyon sokan, soha nem látott számban szavaznának erre a programra, mert azt bizonyította az elmúlt év, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül álhatatosan parlamenti csatározásokban senki más nem védi a vajdasági magyar emberek érdekeit. A VMS választási programjában fontos szerepet kap a terület és gazdaságfejlesztés, a szociális és az egészségügyi problémák megoldása. Pásztor Bálint a párt listavezetője szerint ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia kell a következő szerb kormánynak is. Nem szorítjuk a háttérbe a klasszikus magyar ügyeket, de az, hogy az emberek jól éljenek, megfelelő legyen a szociális háló és emberhez méltó egészségügyi ellátásban részesülhessenek, ez legalább annyira magyar ügy is, mint az oktatás, vagy a tájékoztatás, vagy pedig a művelődés. Mi egy térségfejlesztési programon dolgozunk már egy éve, és föl szeretnénk ennek elemeit kínálni majd az új kormánynak. Az elkövetkező parlamenti ciklus egyik legfontosabb kérdése az Európai Unióhoz való csatlakozás lesz. A vajdasági magyar közösség alapvető érdeke, hogy képviselői részt vegyenek az integrációs folyamatban. A mi célunk az elkövetkező 4 évre az, hogy a csatlakozási tárgyalásokat kihasználjuk arra, hogy azok az alkotmányban biztosított és különböző törvényben biztosított kisebbségjogok, amelyek Szerbiában jelen pillanatban léteznek, azok a gyakorlatban is maradéktalanul megvalósuljanak. A Vajdasági Magyar Szövetség körülbelül 300 kampányrendezvényt tart majd vajdaság szerte. Személyes találkozókon, konferenciákon, választási gyűléseken kívánják minél nagyobb arányban megszólítani a vajdasági magyar közösséget. Szeretnénk elmondani, hogy miért akarunk, miért fontos az, hogy a parlamenti többség része legyünk az elkövetkező ciklusban, miért fontos az, hogy ott legyünk, ahol a döntések születnek, mert hogyha nem így lesz, akkor oldalvonal mellől bekiabálva nem tudjuk érvényesíteni az érdekeinket. A VMS a március 16-ai köztársasági parlamenti választásokon nem csak a vajdasági magyarok szavazatára számít. A kampány arculatában megjelent kék szín is arra utal, hogy országos problémák megoldásában is lehetőségeket kínál a párt.